kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a sajtótájékoztatónkon, amelyre azt teremt alkalmat, hogy fennállásan a 60. évfordulóját ünnepli, köszönti Csondár megye egyik legjelentősebb mezőgazdasági vállalkozása, a Fábián Sebestyéni Kinizsi Zrt. Tisztelettel köszöntöm sajtótájékoztatónk résztvevőit, a nyitónak szakmai konferenciájára érkezett dr. Nagy István agrárminiszter urat és helyettesét, térségünk országgyűlési képviselőjét, Farkas Sándor parlamenti államtitkár urat. Arra kérem miniszter urat elsőként, akinek személyes kötődése is van a társasághoz, hogy miért tassa ennek az alkalomnak a jelentőségét. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm én is mindnyájukat, és valóban úgy van, hogy nagy örömmel érkeztem ide, hiszen gratulálni és együtt örülni az mindig egy nagyon felemelő érzés. Gratulálni azért, mert 60 éve a szakmában maradni és 60 év gazdasági teljesítményét látni, az szerintem egy nagyon-nagyon szép dolog. És mindaz a teljesítmény, amit itt Fábián Sebestyénben nyújtanak és tesznek le a magyar agrárium asztalára, az méltó az elismerése. Úgyhogy külön gratuláció a Farkas családnak, mindazt a munkát, szakértelmet, amit itt ennek a telepnek a korszerűsítésébe, fejlesztésébe tettek, de nyugodtan fogalmaztatok így, hogy mindazt, amit a magyar agrárium asztalára letettek, az elismerésre méltó. És hagyj tekintsek egy kicsit ki, azt kell mondjam önöknek, hogy az agrárminisztérium legfontosabb céljai közé tartozik a sokszínű agrártermelési szerkezet megőrzése, a kis és közepes mezőgazdasági vállalkozások, illetve a családi gazdálkodók támogatása. Ez az a garancia arra, hogy a magyar mezőgazdaság képes megfelelni azon kihívásoknak, amik nemzetközi hatások érik, a globális trendekkel szemben, vagy az mellett így tudunk megfelelni minden kihívásnak. Hiszen ezek a kis és középvállalkozások az agráriumban azok, amelyek tartós és stabil gazdasági növekedés alapjait tudják megteremteni. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a gazdaságok a terveiket meg tudják valósítani, és a növekedésükhöz kitűnő szakmai segítséget, megfelelő jogszabályi hátteret és anyagi forrásokat biztosítsunk. Ez az a vállalati forma, amely a mai magyar agrárium gerincét, tartását adja. Ez az, amely különböző kihívásoknak, változásoknak a legkönnyebben, leggyorsabban meg tud felelni, és ez az a méret gyakorlatilag, amelyben van elég puffer ahhoz, hogy az éppen átmeneti nehézségeket át tudja vészelni, túl tudja jönni. És ez az a méret, amelyben megvan az a lehetőség, és megvan az az erő, hogy az új fejlesztésekhez, az innovációkba be tudjon szállni, és tudjon haladni előre. És Fábián Sebestyénben is kiváló példa, hiszen az a innováció, ami a tejtermelés során itt megtörtént, azt hiszem, hogy mindenképpen példa, hiszen ki gondolta volna 15-20 évvel ezelőtt, hogy szarvasmarhát meg lehet fejni emberi kéz érintése nélkül. És itt mert ez a gazdaság erre vállalkozni, és mert példát mutatni a többi gazdaság számára is. Az agrárkormányzat előtt álló időszak egyik legfontosabb feladata a hatékony, modern, innovációra épülő mezőgazdaság mielőbbi megteremtése. A termelés hatékonyságának növelését a digitális technológiák, köztük a precíziós gazdálkodás, a vállalatirányítási rendszerek és a termékpályák hatékony működését segítő megoldások alkalmazásával tudjuk elérni. Digitális agrárprogramot kívánunk indítani, amely az elfogadás alatt álló digitális agrárstratégián alapul. Azaz, ennek elfogadásával lesz az a pillanat, amikor a magyar agráriumot át tudjuk hozni a 21. századba. Én azt remélem, hogy mindaz a példa, amit itt Fábián Sebestyénben is van, és az ország nagyon sok részén tapasztalhatjuk azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, ez mind-mind annak a megérkezését jelzi, hogy a magyar agrárium megérkezett a 21. században. Azt kívánom, hogy ebben a 21. században megtalálja a helyét és szerepet a magyar agrárvállalkozások zöme, és hogy e fejlődési úton mindenki tudjon egyet előrelépni, és a kicsikből közepesek, a közepesekből pedig nagy vállalkozók legyenek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom pont a sokszínűség jegyében, hogy végtelen fontos, hogy az önellátásra is gondoljunk, hogy egyre több kert meg legyen művelve, hiszen az önellátás biztonsága, fontossága, minőségi élelmiszer megtermelése és saját ellátásra való felhasználása legalább ugyanolyan fontos, mint egy óriási mezőgazdaság.
mezőgazdasági vállalkozásnak a megjelenése mondjuk Magyarországon. Így e sok színűséggel tudunk olyan agráriumot építeni és olyan mezőgazdaságot építeni Magyarországon, amelyre a 21. században mindenképpen szükség van. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük a miniszterelnöknek a gondolatait, és most arra kérem államtitkárulat, hogy arról az előadásáról, vagy annak az előadásának a lényegét foglalja össze, amelyet néhány perc múlva kezdődő konferencián fog tartani, és arra kérem, hogy emelje ki azt is, hogy milyen szerepe volt a társaságnak a szervezésében. Köszönöm szépen miniszter úrnak a dicsérő és elismerő szavait első körben. Most, amikor hallgattam miniszter urat, akkor úgy egyből én is számot vetettem a gondolatai között, hogy akkor ahhoz képest hogyan állunk. De azért menjünk vissza a múltunkba, mert a múltnak a megbecsülése az mindig fontos. Még akár akkor is, hogyha akkor teljesen más politikai légkörben éltük meg az életünket, voltunk annak részben részesei, ha nem is aktívan, de már éltünk abban az időben. Ugye 1958-ban itt a térségben a akkori szocialista nagyüzemi módszerek szövetkezetesítési időszak is elkezdődött Fábián Sebestyénben. Voltak több kis szövetkezetek, ebből volt egy a Kinizsi, amely talán egy kicsit erősebb volt, mint a többi, és későbbiek során a 60-as években ehhez becsatlakozott a többi kis szövetkezet, és akkor alakult ki a annó, mondhatnám, ma is a közigazgatás határán belül lévő szövetkezetnek az alapja. És ebbe a szövetkezetbe, és itt ez a két dolog ötvöződik, hogy a személyes és a szövetkezet történet egy kicsit összefonódik. Én 1974-be kerültem ide gyakornokként, és 75. július 1-én pedig főállásként azóta is itt dolgoztam. Hát természetesen most 2014, illetve most 18 után ez a történet megváltozik, de mondtam, a múltunkat azt nem tagadjuk meg, és nem szabad elfelejteni. Tehát én ezt a 43 évet a 60-ból, az egy elég hosszú időszak, végigéltem, és mindig abban voltunk érdekeltek, és vagyok részben ma is érdekelt, hogy a gazdaság minél erősebb és minél fejlettebb legyen. Ugyanakkor természetesen nem figyelmen kívül hagyva a térségnek a gazdasági fejlődését figyelembe véve. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a településekkel, a környező településekkel, az itt lévő emberekkel egy közös gondolatban dolgozzunk, illetve megfelelő munkaalkalmat teremtsünk. Ez mai napig is így van. A gazdaságban Szentesről, Árpádhalomról, Nagymágocsról, Eperjesről, Fábiánsebestyénből járnak a dolgozók ide dolgozni. Mindenkinek megvan, hogy gondolom, a megfelelő munkabére, egyéb szociális támogatása. És akkor, amikor 1992-ben én a szövetkezet elnökévé választottak, az egy fordulópont volt a cégnek az életében. Nem azért, mert engem, hanem akkor volt igazán rendszerváltás a cégben. Akkor mi úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a céget tovább működtetni, és az akkori viszonyoknak megfelelően tovább fejlődni. Majd 99-ben részvénytársasággá alakultunk. A részvénytársasági forma mai napig is fennáll, és működőképes, ha bár egy kicsit idegen az agráriumtól, ezt azért mondjuk meg őszintén, tehát itt azért ebben ez nem biztos, hogy a legjobb cégforma, de ezt választottuk, és ebben működünk, vagy működnek még a kollégák. És mindig arra törekedtünk, hogy mindig előre menjünk. 1974-75-ben egy nagyon komoly öntözésfejlesztési programnak voltunk a részesei, egy nagy meliorációs munkának, mint egy közel 1000 hektár meliorált terület került akkor, mondhatnám így, új művelés alá, és ez adta meg azt a lökést a gazdaságnak, ami mindig a növénytermesztésben meghatározó feladatot jelentett számunkra, az öntözéses gazdálkodás, az intenzív öntözéses gazdálkodás. Ez a mai napig is így van, jelen pillanatban is mintegy 1400 hektár öntözhető területünk van, ahol öntözést folytatunk. Ebben mi jövőben is komoly terveink vannak, a pályázati lehetőségek
figyelembevételével természetesen, de meggyőződésünk, hogy ez hosszú távon, amennyiben ez a növénytermesztési szerkezet fennáll, akkor csak így tudjuk vinni. Emellett, ahogy miniszter úr tett említést, az állattenyésztés, az korábbi években, évtizedekben az mindig a gazdaságban egy másodlagos ágazat volt. Nagyon sok birkánk volt, több mint 2500 anyabirka volt valamikor a legelőkön, hát ugye a legelők területek is megcsapantak. Itt egy változás lett, itt húsmarha előállítás folyik, most már 300 darab húsmarha tehénnel, a legelő hasznosítási limuzin fajtával. Birkákat felszámoltuk, illetve azokat a korábbi tevékenységeket, amelyek nem úgy nem illettek, talán inkább nem fordítottunk rá akkor a hangsúlyt, hanem inkább olyan ágazatokra, amikben láttuk a jövőképet, arra fordítottunk és fordítunk ma is, így az állattenyésztésben, pedig a tejelő tehenészetre. Erről majd a szakmai programon majd bővebben fogok beszélni. Szeretnénk rövidesen elérni a 40 kg-os fejési átlagot, ami úgy gondolom, hogy az már egy olyan szint, amikor valóban méltók és büszkék lehetnek majd a kollégák erre. Még nem tartunk itt, de nem sok híja van. Nagyon komoly fejlődésen ment át a telep, és szeretnénk ugyanazt végezni, amit miniszter úr mondott, ha bár ezt már mi végezzük is azért, hogy nálunk nagyon komoly itineris rendszer van, agrovír rendszer van, ugye ezek mind az új digitális technológiáknak az alkalmazását jelenti, a folyamat ellenőrzések, a táblaméretű gazdálkodás feltételei. Ugyanakkor ez megfelel erő is, a legújabb erő is munkagép park áll rendelkezésre, ez nagyon komoly anyagi befektetést jelentett, és természetesen a robotika, ami a szarvasmarha telepen már bevált módszerként, erről is majd később számunkkal is szeretném bizonyítani, hogy ez nem. Akkor egy nagyon merész és vad ötletnek tűnt, mikor ezt bevezettük, vagy elindítottuk ezt a pályázatot. Ez legalább annyira vad ötletnek tűnt, mint a korábbi években, 2014 táján, vagy 13 egy nagyon komoly belvízes év volt, és térségben mindenütt belvíz volt, és akkor nyílt egy öntözésfejlesztési pályázat, és én mondtam, hogy akkor öntözésfejlesztő, mindenki hülyének nézett, bocsánat a kifejezésért, hogy belvízbe én miért akarok öntözést fejleszteni, és az az év volt az, amikor ezek az új berendezések, amiket éppen fazekas miniszter úr adott át, erről majd azt hiszem egy kép is fog kivetítésre kerülni. A következő év nyugodt lelkismerettel mondhatom, hogy a beruházásnak a beruházás értékét megtérítettem, a következő meg óriási asszály volt. Tehát ilyen szempontból sokszor lehetünk okosak, de nem biztos, hogy mindig eléggé, illetve néha kell olyan lapot is hozni, ami nem biztos, hogy közgazdaságilag mindig alá van támasztva, és ez a szép a szakmánkban. Mert a mezőgazdaság az minden nap más, minden év más, minden terület más, és most főleg ilyen megváltozott klimatikus viszonyokban ez azért nagyon komoly kihívást jelent mindannyiunkra. Tehát azokat a felhívásokat, azokat az elképzeléseket, amit a jövő mezőgazdaságában gondolkodunk, azt mi jelentős részben már elkezdtük alkalmazni, és ezért is fontos, hogy a Kinizsinek nem csak van múltja, hanem remélem jövője is. Nagyon szépen köszönöm.